az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Az Európai Unió 8 év után végre hivatalosan is megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával. Közben az orosz-ukrán háború a térség geopolitikáját új megvilágításba helyezte, de miért fontos az Európai Uniónak Nyugat-Balkán is fel tudja -e venni a versenyt Kínával és Oroszországgal? Ez itt a kérdés. Kezdjük! Érkezik hozzánk Petri Bernadett, aki szerint az Európai Uniónak saját versenyképességének fenntartása érdekében is gyorsítania kell a térség integrációját. A Nyugat-Balkán EU integrációjának közös európai érdeknek kell lennie, ezt már Ármás Julianna mondja. Csatlakozik hozzánk Párduc Árpád, aki úgy látja, ha az Európai Unió nem őrzi meg befolyását a Nyugat-Balkánon, más hatalmak léphetnek a helyébe és velünk lesz Nagy Attila Tibor, aki úgy véli, a Balkán Európa lőporos hordója volt, és bár jelenleg a Nyugat-Balkán területén nincs közvetlen háborús veszély, nem árt vigyázni és figyelni. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Valami elindult a Nyugat-Balkánon, de maga ez a kifejezés, hogy Nyugat-Balkán számomra mindig az egykori Jugoszláviát idézi. Beszélhetünk egységesen, és Európai Unióban is, mint hogyha mindig ez a kifejezés lenne. Beszélhetünk egységes Nyugat-Balkán érdekről, vagy pedig szegmentált érdekek vannak, és külön kell kezelni az országokat. Ugye most Bosznia-Hercegovinával megindultak a csatlakozási tárgyalások. Bernadette. Én azt gondolnám, hogy van egy, ö, egy legkisebb közös többszörös, azért az egy nyugat-balkáni általános érdek, és persze aztán minden országnak megvan a saját érdeke ö, ebben a mezőnyben. És amikor a csatlakozást nézzük, a csatlakozás folyamatát, akkor azért ott az a legkisebb közös többszörös, az egy jelentős dolog, tehát az egy jelentős szintlépés. Ö, tekintettel arra, hogy azért mégiscsak az egy geopolitikai döntés, egy nagyon komoly geopolitikai hatással járó döntés, hogy mi történik ezen a téren, ezért várjuk ennyire ezeknek a csatlakozási tárgyalásoknak a folyamatát. Julianna, szerinted? Hasonlóan egyetértek azzal, hogy a nyugat balkán kifejezést azt nem véletlenül használjuk. Maga a kifejezés az Európai Uniót, jön ez egy politikai definíció, és nem pedig ugye földrajzilag határoljuk el ezeket az országokat. Azon országokat értjük itt, melyek kifejezték euróatlanti integrációs perspektívájukat. És ahogy a bevezetőben elhangzott, igen, valóban volt Jugoszlávia országaira asszociálunk rögtön, viszont azért itt már különbséget kell tenni, hogy Horvátország és Szlovénia ugye levált Innen, viszont Albánia és Koszovó, ugye, mint már független ország csatlakozott ezen államközösséghez, tehát mindenképpen van egyfajta irány, egy politikai irány, amit figyelembe kell venni, amikor ilyen döntésekről beszélünk. Attila? Sokszínű országok könnyen sebezhetővé válnak. Tehát, hogyha egy adott ország több nemzetiségből, több vállásból áll, akkor ott nagyon nehéz sikeres társadalmat és politikai rendszert építeni. Én nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz. Számomra ez bizonyítja a Nyugat-Balkánnak a helyzete és hogyha visszatekintünk mondjuk az elmúlt 150 év történetére, ami a Nyugat-Balkán területén megtörténtek, mondjuk a 1877-78-tól, ugye az akkori háborútól, Berlini kongresszustól, akkor azért, és akkor válaszolva az eredeti kérdésedre is egyúttal, nagyon sokféle érdek keresztezi egymást a Nyugat-Balkánon belül, és bizony, hogyha a politikai rendszer ráadásul még fejletlenebb is a nyugatihoz, képest, akkor még nehezebb a különböző akaratú népeket, a különböző fejlettségű népeket, vagy a különböző vallású népeket békésen egymás mellett tartani, és egy sikeres gazdaságot és politikai rendszert megteremteni. Ebből is adódik a Nyugat-Balkánnak az a sajátossága, hogy ha csak az elmúlt 150 évet nézzük, a titói Jugoszlávia négy évtizedét leszámítva, tele volt háborúval, belső zavargással, konfliktussal, rengeteg-rengeteg politikai feszültséggel, és a Titói Jugoszlávia 1991-es felbomlása után is nagyon sok feszültséget látunk. Ugye a Nyugat-Balkán euróatlanti integrációja azt is szolgálná, hogy az Európai Unió hátsó udvarában, tehát szomszédságában, hiszen ahogy utalás volt erre, ugye Horvátország, Szlovénia már az Európai Unió tagja, legyen egy viszonylag biztos háttér, tehát hogy onnan ne kelljen az Európai Uniónak attól tartani, hogy folyamatos konfliktus, nagy esetlen háború lenne, és ennek az egyik megakadályozására szolgálhatna az, hogy meghívják őket az, Euró az Európai Uniós integrációba, és ennek különböző sarokkövei pontjai vannak voltak az elmúlt két-három évtizedben, az 1990-es évek vége óta. Árpád? Igen, én Attila gondolatfüzelén indulnék tovább, és azt látjuk igazából, hogyha nyugat-európai, nyugat európai irányból szemlők, hogy a nyugat-balkánon mindegyik ország valamilyen problémával szembesül, ami egyedivé teszi az ő különös kérdését akár gondolunk itt a csatlakozás, vagy akár két oldali kapcsolatok mentén, ám van egy olyan probléma csomag, ami ugye minden európai és nyugat-európai országot érint, A maga az Európai Unió is ezeket azonosítja, ilyenek a jogállamisági kérdések, korrupció kérdése, a szervezetbűnözés kérdése, akár a migráció kérdését is idevetjük, illetve különös esetekben pedig a terrorizmus és a radikalizáció kérdését is. De miért pont Bosnia-Hercegovina? Ha megnézzük az eddig csatlakozott országokat, katolikus többségi országok, tehát nyugati orientáltságú országok, Szlovénia, Horvátország. És ahelyett, hogy mondjuk a keleti keresztény többségi országokat hívnák meg, egy kantonális országgal kezdődik meg, mert ugye itt egyszerre vannak katolikus horvátok, ortodox szerbek, muszlimok, tehát vagy muszlimok, igen, és, és ez gyakorlatilag a teljes keresztmetszetét adja a Balkán félszigetnek. Miért pont? Miért pont? ez az ország? Miért nem Montenegró? Miért nem Észak-Macedónia is lehetne még sorban? Júlia, szerinted? Um, azért uh, itt egy lépést tegyünk uh, hátrébb, én úgy gondolom, hiszen uh, Bosznia-Hercegovina adja az apropóját most uh, itt a kérdésnek, viszont uh, azért, mert ők kapták meg a, az Európai Unió jóváhagyását és csatlakozási tárgyalások megkezdésére, viszont számos nyugat-balkáni országgal már korábban megkezdődött ez a folyamat, tehát Szerbiával, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Albániával, az utóbbi kettővel a legkésőbb, és ugye Szerbia és Montenegró általában az él az integrációs Útnak, és mennyit haladtak szoktuk? előre? Uh, nagyon jó kérdés, és nagyon Semmenni. jogos a kérdés. Uh, nyilván a technikai előrehaladás történt, uh, én azt mondanám erre, és ezért Montenegrónak most elég uh, határozott elképzelései vannak a következő öt éves időintervallumra. Uh, ugye mindig problémás volt Bosznia-Hercegovina, csak a felvezetésből adó, vagy a, a kérdésből adódóan is. Tehát ez egy nagyon fontos politikai deklaráció most, hogy megkapta a jóváhagyását az Európai Uniónak, azaz a tagállamok egyhangú döntését megkapta, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megkezdheti. Csak ennyi? Egy nagyon előre megelőlegezett bizalomról kell beszélnünk Bosznia-Hercegovina kapcsán. Nem inkább félelemről, Attila, azért tegyük már fel azt a kérdést, hogy miközben, ugye ne felejtsük el, hogy Ukrajnában háború zajlik. Ne felejtsük el, hogy Pireusz a kínai aki. Ne felejtsük el, hogy Oroszország az évszázados, a gyakorlatilag a, a moszkvai metropolita ezeknek a, az ortodox keresztény egyházaknak a, a vezetője. Tehát évszázados kapcsolatban van Szerbiával, meg a, az ortodox keresztényekkel a Balkánon egyfajta testvér népnek tekintik az oroszokat. Tehát nem attól fél az Európai Unió, hogy itt most egy komoly befolyásolási kísérlet indul meg akár Oroszország, akár Kína részéről, és ezáltal gyakorlatilag ennek próbálja valamiféleképpen elejét venni? De ez, ez a félelem nagyon is megvan már hosszú évek óta, és voltak viták az Európai Unión belül is, hogy hogy álljanak, hozzá a nyugat-balkán Nyugat integrációjához, például volt néhány évvel ezelőtt egy éles vita, amikor Franciaország például nem értett egyet a bővítés, a nyugat-balkáni bővítés felgyorsításával, egy ideig blokkolta, blokkolni igyekezett azt a folyamatot, de én úgy látom, hogy mára, és Bosznia hercegovina meghívása is erről szól, hogy azok kerültek fölénybe az unión belül, akik azt mondják, hogy bátorító jeleket kell küldeni ezeknek a nyugat-balkáni országoknak, többek között bosznia hercegovinának is. Lesz ebből olyan hosszú bátorítás, mint Törökországnak? Lesz, könnyen lehet, hogy lesz, és el, el is mondanám, hogy miért, és ez valahol a többi balkáni országra is igaz, hogy nem véletlenül. Haladnak nagyon lassan a csatlakozási tárgyalások. Szerbia esetében ugye 35 fejezet van, ebből kettőt sikerült eddig ideiglenesen lezárni és hát 20 vagy 22 fejezete van megnyitva is tányarnak róla, de hogyha bosnia hercegovinánál akarnak maradni, akkor tudni kell azt, illetve emlékezetbe kell idézni, hogy ott egy nagyon véres háború, polgárháború folyt 1992 és 95 között. Ezt a háborút zárta le a 95-ös Daytoni Egyezmény, amelynek következtében egy szörnyen bonyolult alkotmányjogi rendszer jött létre Bosnia-Hercegovinában, ami kihat az Európai Uniós tárgyalásokra is. Nevezetesen ez a szörnyen bonyolult alkotmányjogi rendszer lelassítja a Bosnia-Hercegovinán belüli döntéshozatat, mert három entitásból áll, ugye van egy úgynevezett boszniai föderáció, amelyben a bosnyákok, horvátok irányítanak, van ugye az úgynevezett szerb köztársaság, amelyet most Milorád Dodik vezet, és van az úgynevezett bröcskói külön entitás, és van még egy szövetségi parlament, szövetségi kormány, amely ezt az egész hármat összekéne, kéne, hogy fogja. Viszont egymást tudják blokkolni a, külön, következő, a különböző szereplők, és az Európai Unió 2023-as, tehát az Európai Bizottság 23-as jelentése erre külön ki is tér, hogy probléma az, amikor az Uniónak vannak különböző elvárásai, például a választási reform, például az igazságszolgáltatási reform, például a jogállamisággal kapcsolatos döntések, akkor miután egymás blokkolják a szereplők, például a szerbköztársaság nem hajlandó elismerni a központi kormány bizonyos döntését, vagy a központi alkotmánybíróság nyilvánítja esnek a szerbköztársaság bizonyos döntéseit, ebből adódóan nagyon nagy a feszültség sokszor a boszni a hercegovinai államszerkezeten belül, és emiatt azért nagyon nehéz igazából megbízható partnerként tekinteni Bosznia-Hercegovinára. Ezért fogalmaztam úgy a kérdésre, hogy ez egy megelőlegezett bizalom, de én valójában számos akadályát látom, pont a belpolitikai problémák miatt is Bosznia-Hercegovina gyors Európai Uniós csatlakozásának. Bernadett? Uh, én azt gondolom, hogy ez egy... Ez egy tűzoltás volt valahol, aminek két tényező is van, az egyik a nyilván Ukrajna csatlakozási folyamata, amivel a kapcsolatban a bosnyákok kifejezték a nem tetszésüket, és ennek hangot is adtak. A másik pedig, hogy talán ott alakult ki leginkább ez az úgynevezett integrációs vagy csatlakozási fáradtság, tehát a mérések alapján ilyen 10-20 százalékkal csökkent az integrációs kedv alakosság körében, ami jelentős, közben gazdaságpolitikai szempontból ugye itt is megindult más eu kívüli hatalmak felé kacsingatás, legyen az öbölbeli országok, Szaudarábia, hogy ugye ezek is egy jelentős seklatás példáját képezték a, a, bosnyák mozgásoknak, tehát itt el kell jutni legalább egy addig a pontig, hogy azt lehessen mondani, hogy most valami elkezdődött, Nyilván maga a menetrend az, ahogy az előttem szólók is fogalmaztak, ez nagyon kérdőjeles tehát láttuk azt, hogy ez mennyire elhúzódó tud lenni. Ugyanakkor ez valahol, ennek a kimenete le, ez valahol egy Európai Unióról szóló kérdés is. Itt gondolok arra, hogy a többsebességes Európa, ugye a mag és a periféria kialakulása, a döntéshozatal, ami gyakorlatilag Franciaország számára jelentett, főleg meg Németország számára garanciát arra, hogy bizonyos hatáskörök nem kerülnek ki, egy adott körből, de ezek meg még az EU-s országok számára is kinyitnak bizonyos kérdéseket, és arról nem is beszélünk, hogy a nap végén például Horvátország mit mond mondjuk Bosznia csatlakozására. Tehát nagyon-nagyon sok tényezős ez az egyenlet. Beszéljünk egy picit a, a, migrációs krízisről is, mert enélkül nem is nagyon értelmezhető Bosznia-Hercegovina. Igen, az elmúlt években felértékelődött elsősorban 2023-ban Bosznia és Hercegovina szerepe, mivel a különböző embercsempét csoportok által a magyar szerb határon elkövetett lövöldözések miatt Szerbia megnövelte a határvédelemre fordított emberi és pénzügyi erőforrásait is, ezáltal sokkal inkább megnázult az a eddig Magyarországon átvezető útvonal, ami a nyugat balkán útvonalnak a fő csapásirányát irányát képezte, emiatt Szerbián keresztül elsősorban Bosnia-Hercegovina felé haladnak már az irreguláris migránsok, hogy utána pedig ugye a Horvátországot, és ezáltal az Európai Uniót, majd pedig Szlovénián keresztül haladva jussanak el Nyugat-Európába, és emiatt már maga az Európai Unió is több tisztet is küldött a Frontex, Frontex és elindultak a tárgyalások, illetve az Európai Unió pénzbeli támogatást biztosította a különböző határőrök, illetve a rendőrtisztek kiképzésére, valamint eszközöket is biztosít, hogy ahol Bosznia-Hercegovina hatékonyabban tudjon fellépni az irregulális migráció jelentette kihívásokkal. Vannak eredmények? Ez mindig egy érdekes kérdés a Nyugat-Balkán esetében, hiszen a regionális kooperáció hiánya, illetve a nyugat-balkáni államoknak a diplomáciai képességei például a különböző repatriációs hazaküldési eljárásokat jelentősen lelassítják, de mindenképpen azt látjuk, hogy Bosznia-Hercegovina megkísérele eredményeket felmutatni, és ezáltal csökken a Magyarország és az Európai Unió többi tagországára nehezedő migrációs nyomás legalább valamilyen szinten. Tehát mondhatjuk a futballban azt, hogy ugyan kikaptunk, de részeredmények már vannak. <laughs> Ö, az etnikai térképe hihetetlenül izgalmas a Balkánnak. Ugye Attila a beköszönő szövegedben te azt írtad nekünk, tulajdonképpen a lőporos hordó vagy puskaporos hordó volt. Nem, most is az. Tehát egyértelmű, hogy most is uh, puskaporos hordó uh, Balkán, gondoljunk a, a koszovói uh, protektorátusra, mert ez egy érdekes, ugye mondta Juliana, hogy, hogy Koszovót azt már uh, elfogadták önálló államként néhányan. Köztük Magyarország is. Tehát azért Igen, de mindeközben azt látjuk, hogy azért Koszovónak a kérdése, igen, most volt a koszovói meccs, hál' Istennek kettőt rúgtunk nekik, bár kiváló játékosok vannak benne, de, de azért alapvetően nem egy önálló státusz ebben a pillanatban. Én azt gondolom, hogy Koszovó függetlensége visszafordíthatatlan. A világ országainak fele elismerte, uh, Nyilván itt uh, csinálhatunk, tehetünk egyfajta mérlegelést, hogy számszerűsítjük az országokat, megnézzük a nagyhatalmak elismerését, kitekintünk egyáltalán nagyhatalomnak, tehát ez azt hiszem túl sok kérdést nyitnak ki, amit most nem tárgyalunk, mert nem, nem, szervesen kapcsolódik ezen kérdéskörhöz, azonban jelzésértékkel bír, hogy akár az európai közösségen belül az Unió öt országa nem ismeri el Koszovó függetlenségét, de ugye a döntő többsége igen, Koszovó is kinyilvánította ugyanezt az Integrációs perspektíváját. Nyilván a Szerbia és Koszovó közötti bilaterális megoldatlan vita az. Az, az ami egy... egyébként létezik Bosznia-Hercegovina és Szerbia között is a Szerb köztársaság esetében. Igen, pontosan, tehát, hogy ott. Nem, sőt, egy sokkal egyébként érdekes módon a Szerb a Republika Srpska egy sokkal keményebb álláspontot képvisel Koszovóval szemben, Bizony. mint Belgrád. Tehát ez, ez, ez egy végtelenül érdekes kérdés, és nem is teszi egyszerűbbé a balkáni viszonyokat. Ö, ö, viszont maga ez a kétoldalú kérdésnek a léte, ez, ez tény, ö, viszont és az is tény, hogy NATO erők állomás. Még mindig Koszovóban, NATO békefenntartók, köztük ugye nagyon nagy számban magyar békefenntartó erők is vannak a, a, az országban, viszont azért azt látjuk, hogy, hogy a térség, illetve Koszovó és Koszovó pacifikálódik, illetve egyik félnek sem valós érdeke a helyzet eszkalációja. Tehát a politikai ellentétnek a fenntartása, ugye ez mind Belgrád, mind Pistina érdekét szolgálja, leginkább otthon, de nagyon sokszor a nemzetközi szintéren is. Viszont ugye azért a, a konfliktusnak a magasabb eszkalációját nem látjuk, hogy lenne rá politikai, társadalmi vagy bármilyen érdek. Honnan a gyökere ezeknek? És nyilván visszamehetünk egészen a szerb-horvát-szlovén királyság megalakulásáig. Mert az hozta létre a Balkánon azt a több nemzetiségű államot, amelyet aztán. Barom érdekes egyébként, mert ugye a második világháborúban titó partizánjai foglalták vissza, tehát nem volt szövetséges beavatkozás. Ennek következtében lényegesen nagyobb szabadságot élvezett mondjuk a többi szocialista országhoz képest, ugye az el nem kötelezettek táborát erősítve, de hogy azt látjuk, hogy most a Balkánon azok az országok az eredményesek, amelyek közel homogén etnikummal rendelkeznek. Most ebből a szempontból a legizgalmasabb, tehát Szlovénia, Horvátország, ebből a szempontból pont a Daytoni megállapodás miatt a legizgalmasabb, ugye Bosznia-Hercegovina, ami viszont az összes létező tüskét, ami valaha is volt a Balkánon, azt szépen összegyűjtötte és magába szurkálta a Daytoni megállapodás következtében is. Ugye a Daytoni megállapodásnak rengeteg hibája van. Nem véletlenül soroltam fel nagyon vázlatosan, hogy milyen államszerkezetet hozott bosznia hercegovinára de egyelőre mindenképpen van, a Daytoni megállapodás óta nem tört ki polgárháború bosznia hercegovinában Én azt kell, hogy mondjam, hogy már ez is több a semminél. Hála Isten! A szabannan reagálni Koszovóra is. A Koszovó szinte egy megoldhatatlan helyzet tehát a szerb nemzeti érzés, a szerb dalok egy része, az nagyon erősen kötődik ez a, a területhez. Szíve, tehát a mai így, így van, tartott. Szerbia szíve, nemrég ezt kiabálták szerb tüntetők néhány nappal ezelőtt, tehát Szerbia szíve, nagyon sok dal szól a rigongmezei csatáról, a szerb hősökről, és amikor megalakult Jugoszlávia, és aztán ment tovább a titói Jugoszlávia, akkor a, a Jugoszlávián belül ugye a szerb szociális a Köztársasághoz tartozott területileg Koszovó, és most ugorjuk át a különböző fordulatokra, hát a lényeg az, hogy a 1990-es NATO bombázások után Koszovó letudott válni de facto Szerbiától, és 2008-ban kikiáltotta Koszovó a függetlenségét, amelyet Szerbia azóta sem visel el, és a témánkhoz ez többek között úgy jön, hogy Szerbia Uniós csatlakozásának az egyik legnagyobb akadálya az, hogy a déli határa vitatott. Tehát nem ismerik el a felek, hogy hol végződik délen Szerbia határa, mert Kosova ugye azt mondja, hogy kérem tisztelettel engem már több mint száz ország elismert, tehát jogot Tartatok a függetlenségre. Szerbia meg azt mondja, hogy törvénytelenül váltak ki annak idején az akkor még kis Jugoszláviából, illetve Szerbiából. Jó, hát azért és... tegyük hozzá, hogy már Jugoszlávia idején is az albán népesedés. Így van, a messze meghaladt. 80 a... A százalék volt már akkor is, és ment fel 90 százalék felé. Gyakorlatilag alapvetően áthitalhatatlanok szerintem a szerbek és a koszovóiak között az ellentétek az Európai Unió, az Egyesült Államok különböző tárgyalási fordulókban próbál annak érdekében tenni már az elmúlt 10-15 évben, hogy ne robbanjon ki háború, ugye békefenntartó csapat is van, magyarok is ott vannak ugye a koszovai békefenntartás keretében. Az Európai Unió illetékes főigazgatósága és politikusai, Miroszláv Lájtsákkal az élen például folyamatosan azon ügyködnek, hogy valahogy hónapról hónapra, évről évre túléljék háború nélkül ezt a dolgot és valamiféle fura egyensúly beálljon Koszovó meg Szerbia között, csak ezt uniós dokumentumok is megmondják, és akkor ezzel zárnám, amíg Szerbia és Koszovó nem tudja rendezni egymással a kapcsolatait, addig ne is nagyon reménykedjenek komolyabb Európai Uniós perspektívában. Kinek az érdeke, hogy ezek a kapcsolatok ne rendeződjenek. Azért, ha belegondolunk, itt nagyon komoly nagy hatalmi érdekek jelennek meg. Nyilvánvalóan az Európai Uniónak érdeke lenne az, hogy, hogy a Balkán félszigeten nyugalom honoljon, mert ez mind a gazdasági stabilitását, mind pedig a piacbővítését lehetővé tenné. Ha körülnézünk, akkor sem Kínának, sem Oroszországnak, és mehetünk távolabb az Atlanti-óceán túlpartjára is, Mondjuk az Egyesült Államoknak sem feltétlenül érdeke, hogy az Európai Unió ezzel is erősödjön. Más kérdés, hogy ezzel az erősödéssel párhuzamosan azért komoly terheket is venne a nyakában. Tehát azért ezeknek a, a az, térségeknek az emancipálása komoly kérdés. De mind Bosznia-Hercegovina, mind pedig Koszovó kérdéseit egyértelműen amerikai nagyhatalmi érdekeket is képvisel Bernadett. Szerintem egyébként ez a konfliktus, hát nyilván a szerb koszovói konfliktus talán a legjelentősebb, és az tényleg egy komoly objektív akadály az előre előrehaladás tekintetében a csatlakozás során. Ugye az Észak-Macedón-Bolgár konfliktus azért nagyon hasonló volt, nem ilyen szintű és nem egyre kiterjedt. Hát de ott, hogy ott még Görög-Észak-Macedón ott... konfliktus Igen. is volt. Tehát Így van, tehát annak szépen. viszont rengeteg perspektívája volt, amit valamilyen módon azért ugye rendezni kellett, sőt megkockáztatom, hogy rendezni sikerült, bár ez is csak egy ilyen átmeneti uh, megoldás, tehát inkább egy ilyen, ilyen interregnum állapot van ott. A, a valódi kérdés talán pont ebből a nagyhatalmi szempontból, hogy mivel ártunk a lehető legkevesebbet Európának, mert... Ugye ez a fajta széttagoltság, ez a fragmentáció, ezek a konfliktusok, és ugye abba is gondoljunk bele itt az oszmán birodalom felbomlását követően, aztán nagyon későn, a 19. század második felében alakultak egyetlen a nyelvi jogokkal kapcsolatos felfogások. Tehát az a fajta instrumentum, ami így a széttagoltságnak a az eszenciája, annak a védelme, vagy annak a jogi védelme, az, az későn alakult ki. van egyfajta közösségi értelmezés, hogy ezt gyakorlatilag vasvillákkal is meg lehet védeni, és nagyon élesek is a különbségek. Tehát ennek a, ennek a rendszernek a konformitása mondjuk az EU által megszabott feltételrendszerhez azért az egy óriási nagy kérdés hiszen nézzük meg ezeket a fejezeteket, vagy nézzük meg az elvárásokat ilyen téren. Tehát a gond az az szokott lenni ugye a, a főigazgatósággal és a bizottságnál, hogy az a fajta felfogás, ami ezekben az országoknak a jogrendszerével kapcsolatos, az nagyon eltér attól, mint ami ott valójában jelen van. Tehát amit mi gondolunk, hogy ott milyen folyamatok, milyen jogbeli védelemmel járnak együtt, annak sajnos az, az köszönő viszonyba sincs a valósággal, és így borzasztóan nehéz előre haladni is, illetve van egyfajta kölcsönös sértettség is nagyon sok eljárásban. Ugye ennek volt az eredménye most ez az előrelépés Boszniával kapcsolatosan, tehát nagyon sokszor ugye a tárgyalások ilyen egymás sértegetései sajnos, és ez sem segít semmilyen módon. Kérdés az, hogy erre mondjuk az a többsebességes csatlakozás, amivel itt előálltak a reformjavaslatban, és aminek aztán van egy része, ami az uniós országokkal is kiterjed, az megoldást nyújt-e, vagy egyáltalán mi benne a megoldás? Valójában én is csak kérdéseket teszek föl, mert szerintem ez a széttagoltság, tehát magának a balkánnak, nyugat-balkánnak ez a jellegzetessége, ez nem fog elmúlni kedről szerdára. Na most ez a széttagoltság abból a szempontból is rendkívül érdekes, Hogyha megnézzük, ugye nagyon fontos, amiről beszélt, hogy az Európai Uniónak milyen elvárásai vannak adott esetben ezekben az országokban. Szóval én történelmi okok miatt rendkívül jól ismerem ezt a vidéket, és azt kell mondanom, hogy az Észak-Balkán, tehát Horvátország, Szlovénia, tulajdonképpen azokat a az e, e, terminus technikusokat, amelyeket az Európai Unió földob, azokat tökéletesen érti minél délebbre és minél bentebb megyünk a Balkánban, nagyon sok kifejezés, amit az Európai Unióban logikusnak és normálisnak veszünk, például a korrupció, meg minden egyéb, értelmezhetetlen. Értelmezhetetlen. Tehát a szociokultúrás fejlődés egészen más annak a térségnek. És ebből a szempontból kiemelt egyébként bosznia hercegovina ez mindenképpen nagyon érdekes, és valóban itt kell inkább a kulturális sokszínűséget megragadni, vagy az, hogy milyen behatások érték ezt a térséget. Pontosan az a fajta törékeny, nagyhatalmi egyensúly, ami itt a Nyugat-Balkánon, vagy a Balkán-félszigeten ugye koncentrálódik, és az a fajta különböző behatásoknak a, a a kölcsön hatása, az ugye hogyan csapódik le, hiszen itt kulturális, vallási, nagyon nyelvi választóvonalakat húzhatunk meg, akár ugye, ha csak az, Euro akár csak az európai kontinens szeretnénk ugye ketté választani, és hát Boszniában ugye ez az, hogy három áll államalkotó nemzetről beszélünk, a katolikus horvátokról, az ortodox szerbekről, és ugye a muszlim bosnyákokról, ez nem teszi egyszerűbbé a helyzetet, és most meg különösen nem hogy az iszlám állam is mint hogyha ott lenne a térségben. Valóban itt ugye azért virágzó közelkeleti keleti öbölmenti országokkal való kapcsolatai vannak a balkáni országoknak, ugye ezt a hagyományt megtartották, egyébként ugye annuára titó is épített, és ugye az ellenkötelezettségnek ez egy fontos básája volt, ugye főleg az Egyiptommal fenntartott, nászerel fenntartott kiváló kapcsolatok, tehát ez azért nem ma kezdődött, és szerintem ezért kell ezt a megfelelő helyi értéken is értelmezni, illetve azért a délszláv alatt érkező támogatásnak is megvolt ez az alapja, és ugye ez folytatódott, viszont nem mondanám, hogy ez azért a térségnek egy olyan kockázatforrását, a térség olyan kockázatforrásaként tekinthető, amit úgy kéne felemlegetni, hogy az bármilyen nagymértékű destabilizáló hatással járna. Beszéljünk még egy dologról, ami szerintem megint csak nagyon fontos, és térjünk vissza egy picit az etnikai dolgokhoz. Tehát akkor, amikor az Európai Unió mondjuk az őshonos kisebbségek jogai iránt meglehetősen érzéketlen, akkor, amikor a katalán probléma komoly válságot okoz az Európai Unióban, akkor hogyan tudja kezelni az Európai Unió adott esetben azokat a, a krízispontokat, meglévő krízispontokat, amelyek automatikusan léteznek mondjuk Bosznia-Hercegovinában. Lehet ezt pénzzel kezelni? Ugye van a macskajajban a híres mondás, ha nem tudod megoldani pénzzel, akkor old meg sok pénzzel. Na de hát, és ugye ez klasszikusan a Balkára vonatkozik, de hát annyi pénz most nincs, mert itt van egy segítendő ország Európa, Európában, amely ugye háborúban áll Oroszországgal. Igen, itt kérdéses, hogy milyen pénzügyi támogatásról beszélünk, ugye, illetve milyen bővítés politikai perspektívákról beszélünk, mivel már csak amikor ugye az őshonos kisebbségekről, vagy a különböző kisebbségekről, államalkotó nemzetekről beszélünk, már akkor megjelenik például Horvátországnak a panasz, ami szerint a horvátok a bosnyák horvát Federációban nem kapnak elég politikai képviseletet, és például Zajko Komsicsot az elnökségnek a federáció megválasztott horvát tagját is a bosnyákok választják meg többségben. Tehát ugye Horvátország is emiatt lobbizik aktívan, hogy legyen egy önálló horvát entitás is az országon belül, emiatt pedig újra felmerülnek azok a kérdések is, hogy mennyire vállal szerepet a különböző bővítéspolitikai elképzelésekben, akármelyik adott tagállamnak a különböző politikai megfontoltsága, amit ugye ugyanúgy bulgár és észak-macedónia esetén is láttunk, hogy a különböző emlékezett politikai kérdések mennyire akár felülírhatják az Európai Uniónak a terveit, vagy az Európai Unió geopolitikai elképzeléseit a térségben. Bernadett, erről neked mi a véleményed? Én azt uh, hasonlítanám itt össze, hogy ha már egyszer őshonos kisebbségekkel kapcsolatos uh, védelem, akkor mondjuk mit csinál Ukrajna, és milyen szintre tesszük a mércét az elvárások terén. Ugye most volt Ukrajnával kapcsolatban is országjelentés, ahol nagy vita volt a bizottságban, hogy akkor most mi legyen a mondás ezzel kapcsolatban, mert... Végülis azért csak sikerült szigorítani a... Tehát a, összevonta a szemöldökét. Összevonta a szemöldökét az, az Unió. Igen. Persze ezt azért így elegánsan el akarták azzal intézni, hogy sokat javult a helyzet, tehát majdnem jó gyakorlatilag. És akkor, hogyha ez a szint, akkor ezt hogyan tudjuk hozzá hasonlítani ahhoz, ami mondjuk a Nyugat-Balkánon egy elvárás, egymás kölcsönös respektálása terén. Tehát ez a fajta modellállítás például Ukrajnával kapcsolatban, ez azért rendkívül, rendkívül veszélyessé teszi ezeknek a folyamatoknak a menetrendjét, hiszen ugye ezt történt Bosnia-Hercegovina esetében is, rögtön megy az átmutatás, hogy és azzal az országgal kapcsolatosan miért tetszenek másképpen uh, nyilatkozni, miért tetszenek más szintet uh, elvárni. És főleg azért, mert ennek azért van egy jelentős uh, gazdasági kockázata is, hiszen Jelenleg, hogyha mondjuk megnézzük az ukrán csatlakozásnak az ütemét, vagy akár azt, hogy milyen fejlesztési források tudnak átkerülni Ukrajnához, azért az azt a térképet teljesen átrendezi a finanszírozás szempontjából is, és a mezőgazdaság tekintetében egy hatalmas, szinte válságot okozó konkurencia Ukrajna a Balkán számára. És hogyha így ekként válna Európa éléskamrájává Ukrajna, ezt látják ugye a balkáni országok is, ez az ő számukra egy nagyon komoly gazdasági hátránya járó folyamat. Tehát egyszerre van itt egy gazdasági komparatív előny hátrány, illetve egyszerre van egy tárgyalási fejezetekkel, elvárásokkal kapcsolatos szint meghatározás, elvárásokkal kapcsolatos különbség, amit szerintem az Európai Unió Hát változó sikerességgel kezel. Tehát vannak időszakok, amikor, uh, amikor előre halad ebben, de vannak időszakok, amikor kifejezetten inkább hátrafelé tesz lépéseket. Mi a magyar érdek? Mi ja, azt tudjuk, hogy az Európai Unió bővítési biztos az magyar. Olivier, és ezekben a, a kérdésekben azért nagyon határozott álláspontot képvisel. Magyarországnak az az érdeke, hogy nyugalom legyen, hogy a migrációt valamilyen szinten meg tudják állítani, ehhez pedig nyilvánvalóan az integráció hihetetlenül fontos ebben a térségben. Ja, a magyar értek az valóban több rétegű, ahogy ez a kérdésekből is kijön, ki hiszen megtapasztalhattuk a délszáv háborúk idején, tehát 1991 és 1995 között amikor a déli határaink közelvetlen közelében ropogtak a fegyverek, az azért nem hatott túl jól Magyarország. És ezernél több menekült. Egyrészt, az másrészt azért a befektetők számára sem mindegy, tehát a külföldi befektetők számára, hogy, és ugye akkor még nem voltunk NATO tagállamok, tehát hogy, hogy háború mentén fekszik-e az ország, vagy pedig a szomszédsága is ebből a szempontból nyugodt. Most ugye Magyarország keleti határain véres háború dúl, viszont mi már NATO tagok vagyunk, emellett az Európai Unióba is sikerült belénünk. Tehát valóban talán a legfontosabb ezzel együtt is a nyugalom, hiszen így sem, most gondoljunk bele, hogyha megint kitörne mondjuk Bosnia-Hercegovinában egy polgárháború, 50-70 kilométerre a déli magyar határoktól úgy nagyjából, és közben még keleten ott van egy egy háború. Tehát ez az egyik. A másik, ami, ami fontos Magyarország számára, a Nyugat-Balkánon lévő magyar kisebbségeknek a védelme. Ez úgy látom elég jól működik Szlovéniában, meg Horvátországban már évtizedek óta. És most már Szerbiában is úgy. És tűnik. most már Szerbiában is, tehát mind a horvát, mind a szlovén parlamentben külön magyar parlamenti képviselői helyet tartanak fenn. Ugye Szerbiában mind a vajdossági parlamentben, mind pedig a szerb központi parlamentben vannak vajdossági magyar képviselők, egy kedvezményes cenzusnak köszönetőle illetve van egy nemzeti tanács, vannak vajdossági magyar tévécsatornák, rádiócsatornák, hónapok. Igaz, a vajdossági magyar közélet eléggé ilyen egypárti jellegű lényegében, de ezzel együtt alapvető problémákat én sem látok a vajdossági magyarok kisebbségi jogaival kapcsolatban. Tehát ez a másik érdek. És beszéljünk még a gazdasági érdekről. Az a legfontosabb. E, Tehát a gazdasági érdek, ugye Szerbia, éppen tavaly állapították meg, hogy Magyarország-Szerbia ötödik legfontosabb kereskedelmi partnere, amióta Vucic van hatalmon, és Orbán Viktornak sikerült vele jó kapcsolatokat kiépíteni, azóta számos magyar beruházás történt. Elsősorban ugyan a Vajdosságban, de Dél-Szerbiában is például az egyik magyar bank meg tudott telepedni, és például a a, 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 török áramlatnak a biztosítása Szerbián keresztül, hogy Magyarország továbbra is hozzájusson a kulcsfontosságú energiához. Az is nagyon fontos kérdés, tehát stratégiai célok is összekötik jelenleg Szerbiát és Magyarországot, és ugye végül ugye Magyarország következetesen szorgalmazza és támogatja a nyugat-balkáni országok az integrációját. Nekem néha van egy olyan félelmem, mint hogyha azokkal a nagyon súlyos akadályokkal a magyar diplomácia nem kellően vetne számot. Tehát a, éppen az előbb részleteztem elég hosszan talán Koszovó és Szerbia szembenállását, tehát nem lehet úgy tenni, mintha ez a probléma nem létezett. Tehát lehet mondani azt, hogy Szerbiát minél hamarabb fel kell venni az Európai Unió tagjainak a sorába, csak az Unió nem szeret olyan tagállamokat felvenni, ugye, amelyeknek területi vitáik vannak, és ami még ezt a dolgot külön megnéhezíti, ezt még nem is mondtam, hogyha jól emlékszem, 2007-ben fogadták el egy népszavazáson a szerbiai alkotmányt, amelynek az elején szerepel, hogy Koszovó, Szerbia alkotó része. Tehát ahhoz, hogy Szerbia mondjuk beleegyezzen abba, hogy Koszovó független állam legyen, ahhoz például még egy népszavazással kellene megváltoztatni a szerb alkotmányt. Ez mondjuk egy alkotmányjogi probléma, és van egy nagyon súlyos politikai probléma. Hát ki az az őrült szerb politikus, aki merné azt mondani a népének, hogy emberek, igaz, hogy a szívünk Koszovó, de azért mondjunk le róla is, ismerjük el Koszovó függetlenségét. Akkor, amikor nem egy szerb politikus miniszterelnök is, nem egyszer elismételte szóró szóra, hogy Szerbia soha nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét. Tehát akkor de tartod magad ahhoz, hogy, hogy itt gyakorlatilag azért csak a török problematikával nézzünk szembe a csatlakozás kérdésében, de hát azért tegyük tisztába, tehát egyrészt hihetetlenül fontos logisztikai csomópont a Balkán. Gyenge infrastruktúrával. Tehát ilyen szempontból a fejlesztések elengedhetetlenek, ezt az unió nélkül nem tudják megcsinálni. Ráadásul ugye az energia válság, ami az orosz háború miatt kialakult, az gyakorlatilag legkönnyebben, leggyorsabban pont a Balkánon oldható meg, akár az LNG terminálokkal, akár az a, a, a török áramlattal. Tehát ilyen szempontból és ráadásul, hogyha belenézzünk abba, hogy mondjuk nagyjából a mennyi egy nem egészen egy százaléka az egész Balkánnak a GDP-je, mondjuk az Európai Unió gdp nek Ilyen szempontból egy hihetetlenül fontos beruházási térség és piac lehetne. És ráadásul azt is megakadályozná, hogy mondjuk Bosznia-Hercegovinából, meg az összes többi országból a gazdasági migránsok megrohanják Európát, mint ahogy 15 előtt, 2015 előtt ez már volt hiszen ott lehetne dolgoztatni ezeket az embereket. Tehát ezek mind-mind afelé mutatnak, hogy itt nagyon gyorsan megoldást kellene találni, ugyanakkor a bürokrácia erre nem tud megoldást találni, mert a bürokráciának pont az a lényege, hogy önmaga fontosságát bizonyítandó lehetőség szerint minél hosszabb ideig húzza ezt a dolgot. Ez biztos, hogy a, a, akár az EU működése, akár ugye a nyugat-balkány államoknak a belső problémái nem teszik, nem könnyítik meg a helyzetet, és pontosan ezért kell ilyen, akár... Megelőlegezett bizalmat gyakorolni ezen országok felé, mert ez jelenti a megoldást. Mert beszélhetünk itt különböző integrációs modellekről, többsebességes Európa, fokozott integráció, nem is tudom, hogy ez lépcsőzetes vagy ez a gradual integration kifejezés, ezt használjuk ki. Használjuk-e is a, a magyar nyelven így, vagy erre nem, nem született olyan fordítás? Tehát, hogy különböző modelleket ki lehet erre találni, de hogy a végső megoldásnak való mégis annak kell lennie, hogy lényegében EU-s tagállamok gyűrűjében ez egy vákum, ez a terület. és És, és mint minden vákumnak van szívóhatása. Igen, például Kína felé. Igen, egyébként. tehát És akkor így jönnek ugye a külső hatalmak, a harmadik országok, illetve az emberek pedig lábbal szavaznak, és, és megoldják, hogy mégis Európai Uniós állampolgárok lehessenek. Tehát a, a térségnek azon túl, hogy nyilván politikai-gazdasági problémákkal küzd, én azt mondanám, hogy az egyik legégetőbb problémája az a demográfiai válság, a begyűrűző demográfiai válság és az elvándorlás. Tehát olyan, olyan számokat látunk magunk előtt, amelyek egyébként hihetetlenek, vagy akár a Balkánt nem is ilyen számokkal azonosítjuk, mert hogy tényleg a fejünkben még talán azért, hogy magasabb születési ráta, nagyobb családmodell, és a többi, és a többi, miközben ez már a múlté, és, és az hát az európai... az iszlám közösségeket nem teljesen, tehát ott is már a 2.1-es fertilitási rátát, ugye ami a te, ami a, a lakosság fenntartásához lenne szükséges, azt lényegében egyik ország sem tudja produkálni, ahol még népességnevekedés figyelhető meg, az azért van, mert ugye még a a szülőképes korosztály annak megvan az a, 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 a nagyobb, nagyobb része, aki ugye tudja produkálni a népesség növekedés, de ugye ez is csak lényegében statisztikai ferdítés, és meg fog indulni a, a népesség csökkenés, és az európai átlagnál Rosszabb számokat produkál a Balkán. Ö, egyrészt ugye a, a születésszámok csökkenése miatt, másrészt pedig a nagyon-nagyon-nagyon nagy fokú elvándorlás miatt, melyek célország egyébként az Európai Uniós országok, Németország, Ausztria, Svájc, ö, északi államok. Úgyhogy ö, itt tényleg beszélhetünk mindenféle koncepcióról, a megoldásról, ö, ö, de a, a végén. Én azt mondanám, hogy annak, annak kell a megoldásnak lennie, hogy egy közös álláspont, nem csak ilyen adott esetben időről időre jövő európai deklarációk, hanem tényleg egy olyan hitelesség nyújtása a térségnek, mely valóban el, fog, el fogják hinni a térség állampolgára is, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. Legyőzheti egyébként a kínai mosolydiplomáciát az Európai Unió bürokratikus csatlakozási kísérletezése? Hát jó kérdés, mert uh, szerintem a valódi kihívás az az, hogy elmegy fölöttünk az élet. Tehát telik az idő. Montenegróban így van. A ott már a kínaiak az, képítik az autópályát, a autópályát, ugye a részkészletét Szerbia inkább eladja Kínának, mint hogy várjon a, várjon a csodára. Tehát lehet itt várni sokáig, de a nap végén minden ország a saját geopolitikai érdekei szerint fog döntést hozni azzal kapcsolatosan, hogy mi számít az ő számára. És azért ezzel a háborús helyzettel, mert ennek van egy olyan hatása is, hogy nyilván a balkáni országok is végig gondolják a saját érdekeiket ebben a helyzetben, és jobban fog nekik számítani mondjuk a saját energiaszuverenitásuk, mint az, hogy hány tárgyalással kapcsolatos feltételt pipáltak ki, vagy éppen hol, hol állnak a fejezetekben, hogy egyáltalán azokat megnyitották. Tehát a nap végén arról kell dönteni, és ez egy stratégiai kérdés, hogy hol jobb, ha kint vannak, vagy hogyha bent. Mert félúton ugye örökké nem lehet lenni, ezt láttuk már több országgal kapcsolatosan is. És maga az integrációs, a csatlakozási fáradtság, annak szerintem az utolsó szakaszában vagyunk már tehát kezdi elérni azt a szintet, hogy ha ezek az országok lépni szeretnének, és hát van nekik ugye egy, egy minta út az ukrán csatlakozás, amire meg mindig lehet mutogatni, hogy bezzeg ott ez van, bezzeg ott az van, mi meg akkor miért kapunk 7 évre 6 milliárd euró fejlesztési támogatást, hogyha ennyire sehol sem vagyunk, akkor Még az ukrán 50 milliárdot kap. Így van, tehát ezekre nagyon-nagyon nehéz választ adni, hiteles választ adni az EU részéről. Igen, és maga igazából ez, amit Bernadett is említett, hogy a bővítési fáradtság egy teljesen érzékelhető hatását a Nyugat-Balkánon is, ami azzal jár, hogy nagyon sokszor ugyanúgy a különböző államok a saját külpolitikai stratégiaikat, elképzeléseket valósítják meg, hogyha ez ellentétes az Európai Uniós csatlakozással is. Vegyük például Szerbiát, akik ugye következetesen nem hajlandók elítélni az orosz agressziót Ukrajna ellen, és nem csatlakoznak a különböző szankciókhoz sem, illetve ugyanúgy hadifelszéseket vásárolnak mind Oroszországtól, mind pedig Kínától, amik mind a kettő viselkedésform ellentétes azzal, amit az Európai Unió elvárna, és ezt nagyon sokszor problémaként is fogalmazzák meg Szerbiával, szemben ám Szerbia ezen nem szeretne változtatni, és ezt többször láthatjuk a politikusi szándéknyilatkozatokban is, hogy nem terveznek ezen változtatni, hanem fent akarják tartani ezt a diplomáciai stratégiájukat. Tegnap egy éles vita bontakozott ki ebben a műsorban arról, hogy Kínában tartottak egy nemzetközi demokrácia csúcsot. Egy demokrácia konferenciát gyakorlatilag, demokrácia fórumot. Hogy most ez komolyan vehető vagy nem. Egy biztos, hogy Kína azzal, hogy beszállt ebbe a definíciós háborúba, ezzel elkezdte meghatározni a saját demokrácia fogalmát. És ezzel kapcsolatban ugye azt mondta, hogy mind, ahány ország annyi demokrácia. És itt ebben a, ebben a dologban ez baromi érdekes lehet, mert ugye miközben Görögországban a Pireuszi kikötő tokkal vonóval már fölvásárolták a, a kinek és alapvető érdekük, hogy a szárazföldi vonalak a maga Európa felé működjenek, Belgrád-Budapest vasútvonal, és lehetne még tovább sorolni. mindeközben ők Kizárólag a hasznosság, miközben Európa ideológiai és egyéb elvárásokat fogalmaz meg ezekkel az országokkal ö, szemben, Kína azt mondja, hogy olyan demokráciát csináltok, amit akartok, az a lényeg, hogy menjen az üzlet. Na most innentől kezdve kezd ez igazán ö, veszélyesé válni, vagy válhat veszélyesé. Ha, pláne, ha hozzá tesszük, még, hogy nagyon sok esetben mondjuk Koszovót egyfajta ilyen amerikai bázisnak tekintik, vagy egy ilyen támaszpontnak. Én ezzel együtt sem tudom elképzelni, hogy az Európai Unió lemondjon például a kopenhágai kritériumok érvényesítéséről, amelyik mégiscsak egy működő piacgazdaságot, működő demokráciát vár el a tagjelöltektől, egyébként Magyarországtól is annak idején számunk kérték, hogy teljesíti-e a kopenhágai kritériumokat, és még nagyon sok minden mást. Én ezt nem nagyon tudom elképzelni, már csak a nyugat-európai közvélemény elvárása miatt sem. Az kétségtelen, hogy Kína nyomul a Nyugat-Balkánon, elhangzott már Szaúd-Arábia neve, mondhatnám Törökország nevét, Egyesült Arab Emirátusok nevét is, tehát valóban a vákumot megpróbálják betölteni az Európai Unió helyett más, tagál, más országok, ez igaz, viszont még ezzel együtt is azt látjuk, hogy a Nyugat-Balkán első számú kereskedelmi partnere továbbra is az Európai Unió, illetve az Európai Unióhoz tartozó országok. Arról nem beszélve, hogy több milliárd eurónyi előcsatlakozási alapok voltak, vannak, például a zöld átállás, például digitalizációs átállás, ugye a COVID, hatásainak egyfajta ellensúlyozására. Most nem mondom, hogy ezek az összegek elegendőek, de azt azért azt a törekvést látom az Európai Unió része, hogy valamiféle nem csak szavakban megnyilvánuló, hanem anyagi ösztönzőkben is megnyilvánuló biztatást azért küldjön. Pont Várhai Olivér jelentette be párszor hivatkozott ezekre az Európai Uniós támogatásokra, ezekre az előcsatlakozási alapokra, amelyeket Szerbia és más tagjelölt országok megkapnak, és miután az Európai Uniónak mégiscsak a DNS-éhez tartozik a jogállamisége és a demokrácia elvárása, most talán ne nyissuk meg azt a vitát, hogy ez alatt mit kell érteni. Ettől nem nagyon lehet eltekinteni, legfeljebb ugye az apróbb részletekben, szakpolitikai elvárásokban, bírósági függetlenségben, hogy milyen törvényt hozzon az egyes nyugat-balkáni Egy országnak a egy percünk van, Attila, de ez nagyon kíváncsi vagyok rád. Előfordulhat az, hogy ezekkel az országokkal szemben csak azért, hogy elkerüljék a háborút, ugyanolyan megengedőek lesznek, mint Ukrajnával szemben? Hát a, a, nyilván nagyon más lesz a helyzet, hogyha háború közeli állapotba kerül egy adott balkáni ország, de szerintem ez jobban elvenné a kedvét a nyugat-európai országoktól a, a, az iránt, hogy felvegyék a nyugat-balkáni nyugat országokat, mert akkor instabilitást vinnének be az Európai Unió belül. Véleményetek szerint, akkor legyen ez a zárókör. Bernadett, szerinted? Uh, szerintem kerülhet olyan kényszer pozícióba, hogy mondjuk a demokrácia vagy más ilyen fogalmaknak a definíciója terén más szintet is elfogad ezekben az országokban, mint amiket eredetleg támasztott, mert ellenkező esetben olyan pontra jut majd, ami egy pad helyzethez vezet. Árpa? Igen, én is egyetértek ezzel, hogy különböző engedményeket tehet, illetve az Európai Uniónak szükséges egy olyan jövőképet biztosítania, ami azt mutatja magában, hogy tényleg elkötelezett amellett, hogy a magát a bővítés és a csatlakozási tárgyás, egy adott határ, akár egy adott határidőre lejár, lezárja, akár olyan lehetőségeket és lépéseket biztosítson közben, amelyek már a nyugat-balkáni országoknak olyan különböző ösztönzőkkel, legyen ez pénzügyi vagy akár diplomáciai támogatás járnak, amik miatt szükség esetén feladják a különböző különutas politikáikat is. Jó Én azt mondanám, hogy maradjunk meg a megfelelő érdemalapú csatlakozásnál, és akkor ez legyen igaz Ukrajnára is, és a Nyugat-Balkára is. Kolumbusz tojása. E, azt gondolom, hogy ez egy olyan beszélgetés, amit végtelenségig lehetne <laughs> folytatni, mert ez a probléma, amióta Bizánc elesett, vagy Konstantinápoly elesett, azóta probléma Európának, és a mai napig nem találtunk rá konkrét és határozott megoldást. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Önök pedig az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Hogyan mondott le a Kádár rendszer a magyar gasztronómiát? Az ez itt a kérdés következő oldásában. Erre keressük majd a választ, tartsanak velünk holnap is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!